A húsvét vasárnapi örömhírre, hogy Jézus feltámadott, zsúfolásig megtelt hívőkkel a szabadkai református templom. Az ige hirdetés előtt az ökumenikus vegyes kórus alkalmi énekei, meg a gyermekek szavalatai tették meghittebbé az ünnepi istentiszteletet. Harangozó László tiszteletes János evangéliumából merítette a feltámadásról szóló igét. Húsvéti keresztjén legyél, a feltámadás híve legyél, hogy megtaláld azt a valakit, aki feltámadott, érted. Ez a valaki ott akar lenni a te életed, a te szívedben, és nem csak a szíved csücskében, nem csak egy részében, hanem ott középen. És általad akar hirdetni ennek a világnak, hogy békesség néktek. Húsvétnak ez a nagy örömüzenete. Adja meg Isten mindannyiunknak ezt a békességet. Krisztusnak a jelenlétét, a feltámadott Krisztus győzelmének a jelenlétét. Az élet győzelme a halál felett reménykeltő üzenet minden kereszténynek. A húsvét egyúttal annak a szövetségnek a megvalósulása, amely szerint Isten egyszülött fiát adta érettünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. A délelőtti ünnepi istentisztelet félórás összefoglalóját hírműsorunk után kísérhetik figyelemmel nézőink.